Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Még egy dolgot szerettem volna megmutatni, ez pedig az, hogy az angyal Jahua, akit a brit karasában, az új szövetségben úgy ismerünk, mint Jahusá, Másiák vagy Jézus, azért jött, hogy elsősorban áldozatot vállaljon Izrael és Jehuda bűneiért, illetve az egész világ bűneért. Nem csak Izrael és Jehuda volt az, aki bűnt követette, hanem az egész világ. Úgyhogy ennek a báránynak áldoznak kellett lenni az egész világ bűneért, és ez egyértelműen kiderül Jehukanon 1-es fejezet 29-es versből, mely így szól. Másnap látta Jehukanon János Jehusát, ő hozzá menni, és mondta, ímé Elohimnek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Egyértelmű, hogy nem csak a két királyságról van szó, Izrael, illetve Jehuda királyságáról, hanem az egész világ bűneért jött el Jehusa, hiszen az egész világot meg kellett, hogy váltsa. Ő volt az áldozati bárány. Ő volt az, aki feláldozta magát azért, hogy megmentse az ő menyasszonyát. Ő nem lehetett a menyasszony, ő nem lehetett maga az atya, ő az angyal, Jahua, Elohim, az atya szava jött el közénk testben, hogy feláldozza magát a menyasszonyért. Ugyanúgy, ahogy azt ismerhetjük a történetből, melyet Semot, második Mózes 12-es fejezetben már a kezdet kezdetén kinyilatkoztatott az egész világnak, azoknak, akik hajlandók voltak őt követni. Ez természetesen nem más, mint a Páska és a Páska bárány története. Így szól, szólott vala pedig Jahua Mosénak és Áronnak Egyiptom földén mondván. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárány. Jehukanon 1-es fejezet 36-os, ránézvény a husára, mint jár vala monda, ímé Elohim báránya, melyik az, amelyik elveszi a világ bűneit. 5-ös versre, ha ugrunk, így szól, a bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a jó közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen. Két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy ép legyen, hím egyesztendős, a másik pedig az, hogy a hónap 14. napjáig tartsák meg, és aztán öljék meg. Ha megnézzük, hogy mit mond Jehukanon 18-as fejezetben, Pilátus így szól. Micsoda igazság? És amint ezt mondá, újra kiméne a Jehudimhoz, a zsidókhoz, és mondanékik, én nem találok benne semmi bűnt. Miért? Azért, mert ő volt a bárány, amely ép volt, hím egyesztendős. Ő volt az áldozat a világ bűneiért. Ő nem képviselte sem Izraelt, vagy Jehudát, vagy pedig az atyát. Ő volt az áldozat. Ő volt a vőlegény, akinek el kellett jönni, hogy áldozatot vállaljon a világ bűneiért, különben nem tudott volna újra házasodni, hiszen látni fogjuk majd a következő részben, hogy miért, és a lényeg azonban az, hogy én nem találok benne semmi bűnt, ez az a rész, amikor megvizsgálják ezt a bárányt a 10. naptól a 14-ig.
Elmondja Pilátus, hogy nem talált benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. Mi ez a húsvét ünnep? Akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a Jahudim királyát, azaz Jahusát? Ez a húsvét ünnep az, amit Páskának hívnak. Természetesen átírták a Páskát húsvétra, hogy aztán a pogány szokásokat egyszerűbb legyen elterjeszteni. A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy ez az ünnep ott a Jahudimnak, a zsidóknak az első hónap 14. napján este volt. Ez az, amit a Páska története bemutat nekünk. Ugyanezt mondja Jehukanon 19-es fejezetben egyel később Pilátus, akkor azért előfogá Pilátus Jehusát, és megostoroztatá, és a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék, és bíbor köntöst adának reá. Hagy mutassak még egy érdekességet ezzel kapcsolatban. Bereshit 1 Mózes 22, 7-től 13-ig így szól, és szól a Jitzák és Zsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, az pedig mondta, ím hol vagyok, fiam, és mondta, ím hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány. Jehukanon 1-es fejezet 36, és ránézvénye Husára, mint járvala mondta, ímé Elohim báránya. És mondta Ábrahám, Elohim majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mennek ketten együtt. Elohim gondoskodott arról a bárányról. Nem csak, hogy a Páska ünnepe, ugyanúgy Ábrahám és Jitzák története, mikor föl akart áldozni, ugyanúgy a Mesiák történetét mesélte el évezredekkel előtte azoknak, akik képesek megérteni ezt. Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Elohim néki mondott, megépíti Ábrahám az oltárt, rárakál fát, megkötözi Jitzákot az ő fiát, feltevé az oltára a farakás tetejére. Ugye hajlandó volt feláldozni. És kinyújta Ábrahám az ő kezét, vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiállta néki Jahuának angyala, ki ez ugyanaz, akiről szó volt. A Malák Jahua, az angyal Jahua. Az égből, és mondta Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felele. Ím hol vagyok, és mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy igaz ember vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Ha ez egy egyszerű angyal a Jahuának, akkor miért beszél úgy, hogy már tudom, hogy igaz vagy, és hogy nem kedvezél, és egyetlenek én érettem. Akkor miért beszél úgy, hogy egyes szám első szemében én érettem? Azért, mert ő az, aki képviseli Jahuát a Földön. Ez nem az atya jött le, vagy annak egy része, vagy azzal egy egyenrangú dolog. Nem lehet egyenrangú, hiszen ez egy angyal. Nem lehetséges, hogy a kettő egyenrangú legyen. Az atya beszél, és a földre közvetíti a Malák Jahua. Az angyal Jahua. Ezért beszél egyes szám első szemében, hogy én érettem, hogy most már tudom. Nézzük meg, hogy mi történik később. Felemeli Ábrahám az ő szemét, és látta, hogy ímé a háta mögött egy kos, akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Miről beszélnek itt? Az, hogy tövisből koronát fonván a fejére tevék. A szövevényben megakadt, a tövisben, oda méne Ábrahám, és elhozzá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. Azaz már a kezdet kezdetén tudta, hogy ez lesz az a módszer, ez lesz az az út, ahogyan megmenti majd az ő népét és az egész világot. Onnan tudjuk, hogy az egész világot, onnan, hogy megmondta. Nem azt mondja, hogy Izrael és Jehúda, hanem hogy az egész világ bűneiért áldozatot fog vállalni majd az, aki eljön. Erről beszélt már itt Bereshit 22-es fejezetben, Jitzák példáján keresztül. Ugyanúgy, ahogyan a Páska bárány esete ezt példázta. Ahogyan ennek épnek kellett lennie, és hímnek, és egyesztendősnek, és a 14. nap estén kell meghalnia, ugyanúgy volt és történt Jehusák másiákkal. Ezért mutatja be Jehukanon, hogy mit mondott Pilátus. És mondának, üdvözlégy a Jahudim király, és arcon csapdossák vala őt.
majd kiméne ismét Pilátus, és mondanék, ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Azaz hibátlan, épp. Kiméne azért Jehusa a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondta nékik, ím hol az ember. Mikor látják vala őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltozának, mondván, feszíts meg, feszíts meg. Mondanék így Pilátus, vigyétek el őt, ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt benne. Háromszor elmondta, hogy nem talál benne bűnt. Miért? Azért, hogy azok, akik értik, lássák, hogy visszautal a páska bárányra. Az időpont egyezik, és a körülmények egyeznek. Azért, mert ő volt az, aki meghalt a világ bűnei miatt. Ő volt az az áldozat. Nem lehetett ő egyenrangú az atyával. Az atya nem tud meghalni. Ő volt az angyal, Jahua, akit elküldött az atya, hogy közvetítse az ő üzenetét a világgal. Ugyanúgy a Tanák során, az Ószövetség során, mint ahogyan az úgymond Új Szövetség során, ami a Messiák életét mutatja be. A Messiák volt maga az az angyal, akiről itt beszél. Jahua angyala, az angyal Jahua, aki itt beszél, aki mindvégig beszélt az Ószövetség során az emberiséggel. Ez volt az, aki eljött, elvette a világ bűneit, aki bűntelen volt, és aki meghalt a Páska idején, ahogyan azt megmutatta a Páska történetén keresztül, Semót II. Mózes 12-es fejezetben. Nézzük meg itt a 7-es verset. Vegyenek a vérből azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldök fára. A hús pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyenek nyersen, stb. Ne hagyjanak belőle reggelre, stb. Ilyen módon egyék meg azt, leírja, hogy hogyan, és miért, azért, mert által megyek Micraim, vagy Egyiptom földén, ezen éjszakán is megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén, embertől baromig, és Micraim minden hatalmassága felett ítéletet tartok én, Jahua. Ugyan ez a helyzet Jahusach másiákkal is. Ezért mutatta be ezt a történetét, ezért akarja, hogy mi ezt folyamatosan gyakoroljuk, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy megértsük azt, hogy hogyan dolgozik, mi az, amit az emberiség számára ő eltervezett. Hogyan lehet eljutni hozzá? Ez a példája a Páskának. Mindazok, akik azt mondják, hogy már ez nem fontos, betöltötte, miért csinálják akkor az összes többi pogány szokás, mint a Valentin nap, apák napja, anyák napja, Halloween, karácsony, húsvét. Miért nem azt, amit ő előírt? Tegyétek a házakba az ajtófélre és a szemöldök fára. Ott, ahol látja mindenki, ahol látszik. Oda tegye. Miért? Azért, mert ítéletet tart az emberiség és a hatalmasságok fölött. És mi történik? És ez a vér, kinek a vére? Annak a báránynak, aki elveszi a világ bűneit. Jelül lesz néktek a házakon, melyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok csapás, veszedelmetekre, mikor megverem Béceraim Egyiptom földét. És legyen ez a nap néktek emlékeztetőül, és ünnepnek szenteljétek azt, hogy a Huának nemzetségről nemzetségre örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Miért? Azért, hogy emlékeztesse arra a bárányra, aki el fog jönni majd, és elveszi a világ bűneit. Hogy emlékeztessen minket arra az áldozatra, amit ő vállalt azért, hogy elvegye a mi bűneinket. Semot 13-as fejezetben így folytatja, amikor a Páskáról beszél, és legyen az néked jel gyanánt a te kezeden, és emlékeztetőül a te szemeid előtt azért, hogy Jahua törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged Jahua Micraimból, Egyiptomból, akkor ez mikor évül el, ha arra figyelmezted, hogy a törvénye a te szádban legyen, és az ő törvénye soha nem múlik el, akkor mikor fog ez elmúlni? Soha. Azért, mert az ő törvénye soha nem múlik el. Ezért akarja, hogy csináljuk, hogy közelebb kerülhessünk hozzá, hogy megértsük azt, hogy mi az ő terve.
hogy folyamatosan gyakoroljuk azokat a dolgokat, melyeket ő igaznak tart, melyeket ő szeretne, hogy tanuljunk, hogy csináljunk, amik szerint élnünk kellene. Ez a jel az ember kezén, a szemei előtt, a homlokán. Az, amikor az emberek arról beszélnek, hogy mi is lesz a fenevad bélyege, ezek azok a dolgok, a törvény az, ami a fenevad bélyege. Vagy csinálja valaki, vagy nem. 16-os vers ugyanitt. Legyen azért jelgyanánt a te kezeden és homlokkötő gyanánt a szemeid előtt. Ugyan ezt mondja el még egyszer. Ez az, ami megkülönböztet minket a világtól. Az, hogy a törvények szerint él az ember, vagy sem. Természetes az, hogy ez csak és kizárólag a Ruach HaKodesh segítségével lehet megtenni. Csak és kizárólag a Szent Szellem, a Szentlélek az, ami elvezethet minket oda. Azonban a kettő nem zárja ki egymást. Ezt mondja, hogy ezt csináljuk. Aki csinálja, az közelebb kerül, az a Szent Lélekben, a Ruachban fog élni. Aki abban él, az csinálni fogja, és erősíti magát ez a kör. Aki nem csinálja, az egy másik úton fog elindulni, és az egy másik kört fog bejárni. Nem csinálja, ezért eltávozik tőle, ezért jobban nem csinálja, és jobban eltávozik tőle. Ez a lényege ennek az egész törvénynek. De meg kell érteni mindenkinek azt, hogy az egész világ bűneiért küldt el. Nem jöhetett el az atya ide, hiszen az atya nem ember, ahogy láttuk. Ő nem halhat meg. Az angyal Jahua az egy alacsonyabb rendű lény, úgymond idézőjelbe téve, mint az atya. Erről beszél az egész könyv. Jelenések könyve, Hegelú 5-ös fejezet, 5-től 7-ig így szól, és egy a vének közül mondanékem, ne sírj. Ímé győzött Jahúda nemzetségéből való oroszlán Daúd gyökere, hogy felnyissa a könyvet, felbontsa a 7 pecsétet. Hogy lehet az atyával egyenrangú, mikor itt mondja, hogy Jahúda nemzetségéből való oroszlán Daúd gyökere, hogy felnyissa a könyvet, felbontsa annak 7 pecsétét? Ugyan lehetséges az, hogy ez egyenrangú az atyával? Sehogy úgy. 6-os. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megöletettet. Hogyan lehet megölni az atyát? 7 szarva, 7 szeme vala, ami Elohimnek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. A bárány az, ami megkapta ezt a 7 lelket, ami az egész földet körüljárja, és az emberekről feljegyzést készít, az emberek cselekedeteiről, ami alapján majd meg lesznek ítélve. Ez az, amit a bárány képvisel. És eljövő és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. A királyi székben ül valaki, akinek a jobb kezéből elveszi a könyvet. A kettő nem lehet egy és ugyanaz. A bárány az, aki cselekszik a királyi székben ülő akaratára. Aki engedelmes és alázatos és mindent megtesz annak. A kettő nem egy és ugyanaz, és nem egyenrangú. Remélem egyértelmű mindenki számára az, hogy Yahushua HaMashiach volt az angyal Yahua, aki végig kísérte Jezreel és Yahuda népét az Ószövetségben, aki eljött emberi formában, azért, hogy meghalljon a világ bűneiért, és megszabadítson mindannyiunkat a bűneinktől és annak következményeitől, hogy megmutassa, hogy mi a helyes út, és arra rátereljen minket. Ő az, aki az atyától jött, de nem az atyával egyenrangú, ahogyan azt ő mondta, az atyám nagyobb nálam. Úgyhogy remélem hasznosak találtátok, és hamarosan folytatjuk. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!